Sziasztok! Az idejévet mivel tudnám nyitni, mint egy új drónnal? Nem, mint új drón, hogy ez egy másik drón. Ő lenne az egyébként, hogy bemutattam a szilveszteri videómba. Úgy tudom egyébként, hogy a piros drónnak a kisebb tesója valamivel kisebb, de ő is elég stabil, meg mit tudom én. Viszont valamivel azt hiszem, mintha újabb kiadás lenne, vagy valami ilyesmi. Őt fogom most megnézni, mit tud, összeszerelem, meg kibontom, meg hasonlók. Ja, kezdjünk bele! Szervusz! Na szóval ő az FPV Real-Time is, tehát tulajdonképpen élőbe tudjuk nézni a kamerának a felvételét, ami tök jó. De szerintem ez minden drónnál tök jó lehet. Ki kell próbálni, nézzetek meg egyébként élőben, hogy milyen képet ad. Van hozzá szoftver, amit a, hát persze ingyenesen most is le tudsz tölteni, de nem fog működni kamera nélkül. A távirányító, vagyis a kontroller az így néz ki, ugye van benne stabilizátor mód, meg mit tudom én, ezek a szokványos szimás dolgok. A 360 fokos fordulat, gyroszkóp, handless mód, flash mód, ugye ezeket már mindegyik videóban, hogyha valamit nem tudtok egyébként, nézzétek vissza a videóimat, mert az előző drónosban még benne voltak ezek a handless mód. Lehet, hogy mindegyikbe el fogom mondani, mert lehet, hogy te leszel az, aki most ezt nézi legelőször ezt a videót, tehát ezt így kíváncsi lenni, hogy mi az a handless mód, vagy például ezek a dolgok, ami egy pluszpont a szimának, hogy így bontódik ki a doboz, ami brutál király. Tudjátok, ez a felnyílós doboz, ez a szerintem a legjobb dizájn, amit ki lehet találni egy doboznál. Na nézzük, mit találunk a dobozban. Talpakat találunk, ugye a drón találjuk, a kontrollert, a kontrollerre való telefonfelfogatót, illetve a rotorvédőket, meg a kamerát. Egyébként a kamera az lehet, hogy nem itt van, csak már én közben egyszer kiszedtem, aztán kicsit összekavartam itt a dolgokat. Ugye itt találjuk a kontrollert, így néz ki. Ezt most ide rakjuk szépen hátra. Ugye megtaláljuk a töltőkábelünket. Szia töltőkábel! Akkor megtaláljuk az akkumulátorunkat, amit majd mindjárt mutatom, hogy hova kell csatlakoztatni. Akkor most kiszedjük a talpakat, és mindent kiszedjünk a dobozból. Nem akar kijönni a dobozból. Hoppá, sikerült kibányászni. Itt a kis kameránk. Azt is mutatom mindjárt, hogy kell csatlakoztatni. Na, azt mondja, tehát itt a drónunk is. Szia drónocska, nagyon szép drónról van szó egyébként. Ezeket is fel fogjuk szerelni. Térjünk rá kontrollerre, ami jó kis dizájnt kapott, bár még mindig szerintem a pirosnak a piros drónnak volt a kedvence, az a fajta távirányító, tehát még mindig nekem az a kedvenc, best. Ide rakjuk szépen a drónocskánkat, ezt rárakom gyors a kontrollerre. Ugye a kontrollerre úgy kell, most ez nem olyan bonyolult, mint az előzőknél, csak itt szépen rá kell csúsztatni, és így rá is feszül, és már használható is. Közben megmutatom, hogy kell csatlakoztatnia. Szerintem elsősorban rakjuk be az akkumulátort. Az akkumulátort ugye az nem túl bonyolult. Ki kell ezt így nyitnunk szépen. Megtaláljuk itt ebbe a kábelt. Ami egy plusz pont, hogy ugye gyorsan cserélhető az akkumulátor, és tudunk is hozzá még egyet pluszba rendelni, ha kicsit több időt szeretnénk vele. Hát ugye a csatlakoztatás az se túl bonyolult, ugye össze kell nyomnunk ezt a kábelt, szín finoman ide behelyezzük, így jönni, és visszacsukjuk a fedelét. Találunk benne csavart a dobozba, amit ha becsavarunk, akkor ez így feszesebb, bár igazából nem hiszem, hogy ki fog nyílni azért is, mert nehezen, tehát eléggé erősen tartja ez a fedél magát. Tehát, hogyha szereted cserégetni az akkumulátort, meg töltögetni, akkor szerintem felesleges becsavarni arra, 8 percre még játszani fogsz vele. Viszont a kamera csatlakoztatása következő módon történik, ugye van ez a kis talpacskánk, és ide szépen belecsúsztatjuk. Egyféleképpen lehet, szépen becsúsztatjuk, bele is pattan, érződik, hogy feszesen áll. Ha el akarjuk távolítani, akkor ott egy gombot meg kell nyomnunk, és már is kipigyük szedni, viszont itt ezt a kábelt csatlakoztatnunk kell, itt a csatlakozó felület, szépen finoman bele. Így né. Oké. Itt a bekapcsoló gombja egyébként. Most gyors a talpakat is felszereljük.
Egy plusz pont a talpnál, csak bele kell csúsztatni, semmilyen csavar nem kell hozzá. Elég masszívan áll, tehát egy plusz pont megint, hogy nem kell csavaroznunk. Rugós lába van, tehát ez nem fog biztos, hogy eltörni, ez tuti 100%, tehát ez biztos vagyok benne. Megtaláljuk ugye a rotorvédőnket is, felhelyezzük. Ugye itt találjuk ezeket a lyukakat, és ide szépen belenyomjuk. Szóval bele kell nyomnunk, és egy csavar oda bele, amit a hozzátartozó csavarhúzóval fogunk tudni, ott vannak a csavarok is benne. Egyébként azon gondolkoztam, ha én drón csinálnék, akkor ide is csinálnék csatlakozókat, és ide is végig ledeket beraknak. Milyen vagányú néznek egyébként, ott látszódik is a ledek, hogy ott vannak benne. A töltőt ezt ugyanúgy csatlakoztatjuk, mint belülről a drónunkba, tehát végül is ugyanaz a fajta csatlakozás, ugye elkezd világítani nekünk ez a kis töltő, hogyha pirosan világít, akkor töltésben van, ha viszont ugye kikapcsol, akkor feltöltött. Egyébként most én Samsung töltővel fogom mutatni, de egyébként laptopokba is lehet bedugni, ez egy picit lassabban fogja feltölteni, és látjátok, így kell rácsatlakoztatni. És 120 perc múlva kész is a töltésünk. Na, én azt mondom, hogy kapcsoljuk be szépen a drónt, és nézzük meg, hogy milyen ledeket raktak bele. Hoppá. Aha, nagyon vagesz. Jó néz ki. Amit még elfelejtettem, hogy egyébként találunk hozzá a dobozban egyébként, az nem tudom miért volt az aljába. Lehetséges, hogy én voltam. Az aljába találjuk a... vagy legalábbis találunk benne pót propellereket, tehát ezzel sincs problémánk, hogy ilyetni összetörnénk a gyárilag fel rakottakat. Na most nézzük a kézikönyvet, addig kikapcsolom a drónt. A kézikönyv a következőt tartalmazza. Aha, itt vannak, hogy milyen alkatrészeket találunk a dobozban. Ugye megtaláljuk szépen, hogy milyen csatlakoztatót, vagy milyen akkumulátort kell használni. Ugye 4 darab AA-s elemet kell használni, másfél voltosokat, és... ugye itt, hogy miket tud a kontroller. Szinte egyébként az összes mutatja, hogy látod, hogy mekkora stabilitás a kamera közt a képnek, illetve az, hogy mennyi van még a kontrollerben lévő elemeknek, meddig bírják még. Na most ugye ott elmagyarázza, hogy kell beszerelnünk az akkumulátort, mit hogy kell bekapcsolnunk, első indítás. Na ez az, ami nagyon érdekes egyébként ennél a drónnál. Ami az, hogy 80 percig kell töltenünk, ami azt jelenti, hogy 1 óra 20 percig, és 6 percig bírja a drón. És 50 méterig írja a wifi, és nagyjából a drónnak a... de ez ugye ez változik Android készülékektől. Illetve hát ugye itt mutatja, hogy melyik gombbal melyiket kell. Ezeket inkább te tapasztald meg, mert... ja. A handless módot azt viszont még mindig el szoktam magyarázni, ezt majd most is el fogom mondani, hogy mire való a handless mód. Illetve itt van az alkalmazás, hogy mit tud. Ugye itt mutatja, hogy ez a visszatér, az egyes az a visszatérés. Akkor a wifi kapcsolatot mutatja, akkor a videó, ilyen előnézeti mód a 3-as. Ja, vissza lehet nézni, tudjátok, hogy mit vettetek fel. 4-es az a videó, 5-ös a fényképező funkció, és ugye a 6-os az pedig egy ilyen hovatartó felvétel, meg itt látod a képernyőt. Na, ennyi lenne a kézikönyv. Kis érdekesség egyébként, hogy mennyivel nagyobb a normál, és hát ez már egy ilyen nagyobb... ez már egy nagynak számító drón, és hogy mekkora hozzá képest. Látjátok. Nem csak a kisebb egyébként. A talpai az egyértelműen sokkal kisebbek, de tök jók egyébként, hogy ilyen kis alacsony. De mondjuk nem is néznek ki, hogyha így ekkora talpat raktak volna alá. Na most, hogy be vagyunk kapcsolva, ja. Akkor nyomnunk kell ugye a szokásos fellét. Már is látszik, hogy mennyi van a elemekben. Ugye amit belehelyeztünk a kontrollerbe, illetve ugye látjuk a kapcsolatot, hogy mekkora drón között, ugye egyből is bírjuk indítani. Na most, a csatlakoztatás, ugye bekapcsoljuk, nyomunk egy föllét, így igazából rá is csatlakozott a drónunkra, illetve a kalibrálás pedig a jobbra le,
és tartjuk egy pár másodpercig, látszott, hogy villogott a drón. Így, hogy be van kalibrálva konkrétan, akkor így a stabilizátorok benne, ugye ezt a szintű. Az ilyenkor érdemes egyébként lapos felületre, illetve vízszintes felületre rakni, hogy jó legyen a kalibrálás. Innentől kezdve pedig... működő képet. Na, térjünk ki még arra, hogy mire valók a kontrollán lévő gombok, ugye. Ezek a gombok mindig a drónokon arra való, hogyha egy picit érezzük, hogy elkezd emelkedni a drón, és valamelyik irányba elkezd húzni, akkor mindig tudunk finomítani. Nagyjából egyébként ebbe a... Ez a gomb az, azt hiszem, az elejére ad egy kis erőt, hogyha lefelek a hátuljára, ez az oldalai ad erőt, meg valamelyik fotó. Egy-két fontos információ a használatba vétel előtt. Még mielőtt nekiállnál használni a drónt, előtte bizonyosodj meg róla egyetlen egy hajszásra, vagy semmilyen ilyen nem ragad fent a propellerem. Ha mégis úgy látod, hogy felragadt, akkor csak annyi leszeded, lepattintod ezt a fém tetejét, és egyből le is bírod húzni róla a hajszálat, és már tudod is használni. Ezt minden használat előtt egyébként érdemes megnézni, mert különben le is égett a motorunk, tetejére nem vállalnak garanciát. Egy-két érdekes dolog a handless módról. Ugye a handless mód az pont egy olyan dolog, ami elősegíti azt, hogyha kezdő vagy, és hát ugye, hogyha drónt használsz, azt tudni kell, hogyha ellenkező irányba van, szembe van a drón és megfordul, akkor teljesen ellenkező irányba is kell irányítani. Tehát azt jelenti, hogy ha mondjuk balra húzzuk, akkor jobbra megy, ha jobbra húzzuk, balra megy, ha előre nyomjuk, hátra megy, tehát teljesen meg van fordulva, és ez a handless mód ez kiküszöböli, és hogyha bekapcsoljuk, akkor arra fog mindig menni, amerre nyomjuk a kontroller. Előre nyomom, akkor is előre fog menni, bármilyen irányba van, tehát ha kezdő vagy, akkor ezt mindenképp próbáld ki. A másik pedig az, hogy milyen appet támogat, illetve hogy néz ki az app. Ugye hát, hogyha csatlakoztatjuk, akkor látjuk, hogy nagyon egyszerű, hogy melyik az, amire rá kell csatlakoznunk, ugye FPV kapcsolat. Utána pedig elindítjuk az alkalmazást, és már is tudjuk ezeket a dolgokat kezelni, amit a kézikönyvbe előírt. Remélem, hogy tudtam nektek segíteni ezzel a bemutatóval. Bármiféle kérdéstek lenne, akkor kommentbe, vagy az i-ponton meg tudjátok kérdezni, illetve lent a leírásban meg tudjátok rendelni. Szóval, ha bármi lenne, nyugodtan forduljatok hozzánk. Ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!